úrni, tisztelt hölgyeim és uraim. Mi egyházban születni, Debrecenből elindulni, Budapesten érettségizni, Szentendrén testvévé válni, Kossuth Liesként a csúcsra jutni, és a magyar örökség díjazottjaként réten ülni. Íme egy életpálya, sors grafikonja, helyi és minős és specifikus stáció mellérendelései által röviden összehúzva. De mivel minden egyes létezőtárs az útonyállás újabb és újabb átkerüléjét jelenti, mert amit az okkori bölcs mondák, az ember nem lépett kétszer ugyanabban a folyóban, így valószínű, hogy Aknai János élet, sors és művészet vonala sem fordítható vissza, nem ismételhető meg, és remélhetően nem ezen a hangsúlyos díjponton fog megszakadni. Alkotom nagy elárna leszántsága, már-már profétás egylehető monomániás hittel és céltudatossággal érkezett a művészi pályára, ugye a 60-as évek közepétől és a 70-es évek elejétől számítva az időt. Mert a történet mindig abban a pillanatban kezdődik, mikor több ember azonos törvényszerűségek folyamatának együtt él, idézhetnénk a jól csengő mondatot, a neves szerzőtáros, Ambas Béla és Kemény Katalin közös művéből, a Forradalom művészetben címűből, amely 1947-ben jelent meg először. És időben csak egy kicsit tovább lépve, bizony Aknai generációjának szűkebb értelemben a Szentendrei Magyaros stúdiónak is, közös volt a sorsa, története és élményvilága, amely az avantgárd szellemiség melletti állásfoglalásban, a modern tradíciók iránti fogékonyságban és elkötelezőtésben fogalmazódott meg, illetve találta meg kitörési pontját, valamint hivatását, hitvallását, elhivatottságát. Alkotók esetében azonban még valami másra is szokott történet, hiszen nála a még új forradalmi konstruktív geometrikus képei esetében sem találjuk azt a radikális határvonalat, amely egyértelműen leválasztaná őt az elmúlt korok művészi hagyományairól és szakmáros tradícióiról. Testvérei ugyanis a Tecsenko és a Tlatecsenko testvéreinek, például Simone Martini, Dr. Angelico, szentséges érzés és ágyított világát is megidézik. Az ő egyszerű és egyedi fátum személyisége tehát már igen korán, a Szent Ilán című önarcképén 1964-ben felmutattatott, s tart egy hónapban Máté. A testvényénél szentetlen nélkül, de egyébként Aknai János végzetőnek, művészet sorsának, minden látható és láthatatlan, külső és belső alapeleme, a Robás Mirással felról ortodox Szent Ilán, azaz a katolikusoknál a szárnyakkal elképzelt angyali keresztelő Szent János, mint a magára vett népszuggesztió épületes predesztinációja, aki nem mellesleg Szent Ilánként a korán elhúgy jelenek pártogója esetleg, vagyis a dobás, az ikon és a sík konstrukció egybetartozása. Később a testő és az ortodox ikonok városába történő költözése csak felerősítette, majd fraktál szerint világtára növelkedne a szívében, lelkében és agyában megfogant korán importásnak indult szakrális hajlamot és hangulatot. Így az életszentség nevében és helyében angyal és ember lényei köré, mellé és mögé szerveződtek, ültek, sereglettek és szerkesztődtek a Dunaparti település elejéles külszakítói. Majd kislánya váratlan 1986-ban történő eltávolása asztrak enigmákká, valóságos angyaljárássá változtatta a testvérei, a kisváros ablak szárnyaira rótt robásai. Aknai János több igen jelentős korszakot után valódi szuverenitása a szentendrei és a hazai, és véleményem szerint az egyetemes művészettörténetben is
vagy székely rovás jelent sajátos, emblematikusan konstruktív, majd szürreálisan ikonikus, végül expresszív valami használatával ért el. Ezek a sokszor elolvasható tartalommal is feltöltött tulajdonjegyei a 80-as évek elejétől kezdődően általában feszesen komponált 4-3-2 részre osztott ablakszerű tépmezőbe kerültek. Mondhatnánk úgy is, hogy az ablakosztásos képei maga a tanga, a kilincs. Ez az értelmezhető emblematikus jel, hogy igaz óra a nyitja, a kulcsa, a végtelende, az univerzumba kénelő emberi szempárnak. De azt is így kell mondanunk, hogy Akna János minden műve a fentebb való, a fennebb való társadója. Így szentháromságának transzendentális témakilérei, az ikonikusan ábrázolt angyalok és transzreális emberszentek, a Krisztus korpuszok megváltó parafrázisok és elangult evangéliumi élős történetek, valamint a szakrális benyomás keltő konstruktív építmények költői valóságban nyújtanak. Szentendrét idéző, sík konstruktív vagy vászszerkezetű építészeti kulisszái ugyancsak változatosak. Ám ezek már az Én Szentendrém témaköréből cím szerint is az általánosabb érvényű és letisztultabb gondolkodású emlék témaköréből köré szerveződnek. Emlékező és emlékkeltő testményeire mindig beható a transzcendencia fénye, hogy átlelkesítse, valóság felettivé tegye azok minden múltidéző, jelenlátó, jövő vágyó, elképzelt szeretét. Emlékkép parézófoknál minden, mindig más és más építményben kikisvályosodó geometrikus emlőrendszere a szem-csend transzcendencia érzésének egyszerű, mégis ünnepi csodája. Festett architektúrájának látszólag öncélú játékában, tiszta derűjében és világi mosolyában, szomorúdás ágyítatában és magába forduló drámájában ó és új szövetségi átérzések jelnek életbe. Mert a templom, a ház, a torony, az ablak, a kapu, az ajtó szimbolikáján keresztül az ég találkozik a Földdel. Az ég a trónuson és a Föld alá a lábon, mondja az Ószövetségi két tulajdonosa, és ebben a metaforában a templom, a ház, a torony valóban Isten lakóhelye lesz. Egyszer egy művész barátom azt találta mondani egy kiállítás kapcsán, hogy vannak művészek, akik megkövnek, és vannak, akik költözködnek. Számomra nem kétséges, hogy Akna János melyik csoportba tartozik. Mert nála a művészet és az élet kényes viszonya a megvalósult alkotások folyamatában, mondhatni szüntelen panaszanyálásában és bűnbánó vagy rajongó, magába szálló vagy elragadtatott imájában tisztul meg. Mert az igazi művészet a megvallás művészete. A gondolattal, szóval, cselekedettel és nyilasztással, önvizsgálatán, a alkotásokra realizálódó, a környezetünkre és hatással élő, a nemzeti sorskérésekkel is foglalkozó, öngyógyítás és önépítkezés szent művelete. A valódi művész sohasem az érdekes, hogy önmagát népszerűsítse, hogy az emberek képészségét kielégítse, hanem azért, hogy a talmét elkerülje, hogy a hamisság nélküli, tartalmas, igaz, szép és jó, vagyis a színe változott kép élményét meglegye, megismételje, és ezáltal közvetíthetővé tartossá, állandóvá és örökké